Szeretettel köszöntünk mindenkit a mi magunk soron következő adása, vagy nem azt mondtam, a soros. Az elmúlt időszakot összegezzük. Mi van itt a második kereszt? Hát ezt a keresztet, mint ahogy minden évben, idén is kimentettük a jeges vízből, megtartottuk a hagyományos vízkereszti rítusunkat, amit mi így a Covid vakcina helyett tartunk meg, és ajánlunk, mert ugye az a hagyomány, hogy aki ezt megteszi év elején, az egész évben jó egészségnek örvend, úgyhogy... Ez a mi védettségi igazolványunk. Bor Tamás, Kónyi Kis Botond, Kelemen Gábor, jó magam pedig, Barcsa Turner Gábor. Sziasztok! Na és akkor át is kanyarodunk a következő témánkra, ugye ez nagy felháborodást váltott ki, sajnos nem a társadalom egészében, de a mi köreinkben mindenképpen, bár azt lehet mondani, hogy az egyre több embernél, nevesítve a problémát, tehát hogy a védettségi igazolvány innentől oltási igazolvány, illetve hogy akinek csak két oltása van, az olyan, mint a nulla lenne, irány harmadjára is oltakozni, sőt, már lehetőség van negyedjére is oltakozni. Ugye még egy pár hónapja nevetgéltünk ezen, meg ez csak ilyen szürreális esetnek tűnt, vagy esetőségnek, hogy na majd lesz negyedik oltás, meg ötödik, de úgy tűnik, hogy ez a valóság. Ti hogy tapasztaljátok, hogy az emberek mennyire ébredeznek föl, hogy itt igazából miről van szó, illetve mennyire szól most már az átlag társadalom szerint is ez mondjuk inkább egy gyógyszerlobbista, vagy egyéb érdekekről, és mennyire a járványkezelésről. De Gábor, tehát a vármegyés disznóvágásra kértél egyébként védettségi igazolványt? Ugye volt vármegyés disznóvágás is itt az elmúlt időben. Igen. Tehát kértél disznóvágást? Nem. Nem, mert nekem már van védettségi igazolványom egyébként, szerintem neked is. Igen, vagy de most már kidobhatjuk a kukába. Igen, tehát mindannyian átestünk rajta, nem tudom, Tamás. Te oltakoztál hányszor? Nem. Még az se. Na, de igen, hogy a védettségi igazolvány, nyal például most nem tudom, hogy ilyen kombi van, tehát nekünk még ugye védettségi van, bizonyos hónap múlva lejár, aztán májusban. Igen, májusig ebből... tartana, de ugye február 15-ig soha nem használtuk. Azt én egyből beraktam a fiókba, megmondom őszintén, én azért ültem, mikor megkaptam, mert ha egyszer tartunk mi egy tüntetést, akkor ezeket fel fogjuk gyújtani. Tehát akkor ezt most bejelentem, hogyha egyszer erre adjuk a fejünket, hogy mi kimenjünk az utcára emiatt, akkor az eléggé radikális és drasztikus lesz. Például a védettség igazolvány nyokat fel kell gyújtani, bemutatván, hogy ez erre volt jó. Mondjuk ezeket a műanyag plastik kártyákat ja, azért az elég nehéz, hogy fel kell készülni, mert hogy hogyan, mikor. Hát, hát csak hőmérséklet kérdése. És minden égtető. Hát figyelj, most jelenállás szerint sokan csatlakoznának hozzánk egy ilyen akcióra, mert most ura sok embernek teleszaladt a töke ezzel. Olyanoknak elsősorban, akik na, megkapták. Ugye vannak, bő 6 millióan vannak, akik megkapták a két oltást. Aha. Mennyien? 2-3 millió között valahol, akik megkapták a harmadikat, vagy talán 3 millió körül. Tehát magyarul van kb. 3 millió ember, aki csak kettő oltást kapott. Jelentős része, mint például anyukám, meg nagymamám, jelentős része, az már nagyon régen kapta, igen, vagy egyébként az ismerőseinknek a zöme, aki kettes oltott, az már bőven 6 hónapnál régebben kapta. Magyarul azok most szépen kiestek a pixisből, úgyhogy egyre többeknél veri ki a biztosítékot most ez a dolog. Például a múltkor éppen autóztam, és teljesen véletlenül benyomtam a rádiót, és a Rádió 1-en Sebestyén Balázs volt, aki éppen nagy kirohanást intézett az ellen, hogy ő most már, ő kétszer oltott, ő már megtette, amit megköveteltek tőle, ő most már nem fog többet oltani, és akkor most mi hát lesz így, mert őt most így diszkriminálják. Mondja ezt úgy, hogy nem oltás ellenes, hiszen kettő hát Pfizert magába tolt, de többet aztán már nem hajlandó. Hát mondják ezt, aztán az én véleményem az, amit én hozzáteszek, hogy aztán pedig dehogy nem. Nyilván aztán a harmadikat, negyediket is hozzáfogják, mert az embereknek a jelentős része az sodródó alkat. Egyébként én most erről írtam a következő Dolgládi számba, tehát az oltások témájáról, az oltásokhoz fűződő emberi hozzáállásról, és az ezáltal kialakított új mesterséges identitásokról, erről írok a Dolgládi, ami majd februárban fog megjelenni, és leszpoilerezem egy kicsit, hogy ott az egyik kategória, amit én kategorizálok, az az úgynevezett oltás sodródó kategória, mert hogy az embereknek a jelentős része sodródó az életben, mindenben, amerre a tömeg
tömeg sodor, amerről a szél fúj, abba az irányba megy. Lehet, hogy picit lázadozik, meg picit nem tetszik neki, de végül is abba az irányba megy. Ezek vannak a legtöbben. Tehát most őket most úgy rosszul érintette, hogy megint be kell álljanak a sorba, mert azért sodródók, mert valójában kényelem szeretők. De és hogyha a kényelmük, eddig megvolt a kényelmük, mert eddig szabadott mindent, bemehettek az étterembe, a nyaralásra elmentek, repülőre ülhettek, stb. Most a kényelmük megint egy kicsit sérül, mert be kell állni a sorba, és föl kell venni az oltást. Na jó, de úgy kényelem szeretőek egyébként, hogy azért Magyarországon most akinek nincs védettségi igazolványa, azért elég kényelmes helyzetben az van. Az is így van, igen. Mert igen, mondjuk igen. Azért én most voltam Olaszországban a két ünnep között, tehát a benzinkútra nem mehetsz be védettségi igazolvány nélkül, nem hogy egy kávézóba, és nem az van, hogy fölmutatod, hanem jönnek az okos telefonnal, és leszkennelik azt a bárkódot, tényleg, vagy QR kódot, vagy mi az, leszkennelik, és akkor kijön a zöld pipa, ha nincs zöld pipa, akkor de figyelj, nincs egész ezért. Biztos, hogy itthon is ez lesz, április 3-a után, biztos, tudja, hogy ez persze. Lesz, máskülönben azt sem tudják ellenőrizni, hogy most védettsége, vagy oltási igazolvány, vagy hogyan van, mert a plastikkártyát nem fogják bevonni, meg nem fogják kiukasztani, meg ketté törni, hanem azon van egy QR kód, ugye? Igen, én nem tudom, igen. Ez enyémre nem is emlékszem, de van rajta, ugye? Van. Az azért van rajta, hogy akkor annak a hatáját tudják ellenőrizni nyilván egy applikációval, az kész. Van. Ez lesz, nem csak felmutatni kell, ugyanúgy akkor be fogják olvasni, mert ugye ez azt veti fel a kérdés, hogy most szabályozták azt, hogy a második oltáshoz képest 6 hónap telt el, oké. Okay. Mi van akkor, hogyha haladunk előre az időben? Emberek zöme megkapta a 4., 5., 6. oltást. Uh-huh. Én meg akkor csatlakozom be, és akkor kapom meg az első kettőt. Akkor közöttünk van 4 oltás különbség. Azt hogyan fogják igen, akkor leszabályozni? De a védettségben nincs különbség, mert az a lényeg, hogy védett legyél, kedves botond, és nem az, hogy hány oltott, az a lényeg, hogy hát most az ő kommunikáció szerint az, hogy védett legyél. De akkor nem fenntartható az, hogy a második oltástól számított 6 hónap. Nem, az a lényeg, hogy most már, ahogy a én kivettem... A második oltás után az oltástól számított 6 hónap. Tehát, hogy 6 hónapon belül legyen igen. Oltásod, ez lesz a lényeg körülbelül. Igen, igen de ja. Hát a magyarul, hogy az utolsó oltás igen. Óta majd ez lesz. Ez akkor igaz, hogyha 2 már megvan. Ez akkor igaz, hogyha 2 és plusz a harmadik igen. Van. Mert hogyha már bejön a 4. oltás, ott már nem lesz elég a második utáni 6 hónap, ott már a harmadik utáni 6 hónap kell. Persze. Aztán, ha 5. oltást igényelnek, akkor a 4. utáni vagy harmadik utáni igen, 6 igen. Hónap igen, kell. Igen, tehát igen. Ez így folyamatosan megy előre, épül egymásra. Persze. Tehát évente 2 oltás kell magyarul. Mostantól. Igen, erre akarnak rámenni. Én egyébként nagyon óvatos szoktam lenni az ilyen konteókkal kapcsolatban, viszont ami ebbe a témába, Covid témába konteók fölmerültek, hát azoknak egy jelentős része beigazolódott. És például az, hogy ugye a védettségi igazolvány helyett is oltási igazolvány lesz, az megint csak azt erősíti, hogy itt nem arról van szó, hogy egy betegség ellen védetnek kell lenni, hanem az, hogy oltottnak így kell van, lenni. Így van, egyértelmű. Ez a társadalom átformálása. Igen, formáló és háttér, ez jó, hogy azt mondod, bújik itt elő. Mert minap olvastam egy cikket, ami több nemzetközi tanulmányra hivatkozik, és arról szól, hogy milyen jó, hogy itt a koronavírus alatt akarva akaratlanul kikísérletezték, hogyan lehet az egész társadalmakat irányítani, mit tűr el a társadalom, bezártság, korlátozások, stb. Tekintetében, és most már itt van az új válság, ez a klímaválság, és nem nemzetekre, hanem egyénekre szabott széndioxid kibocsátási kvóta lesz, tehát kap mindenki fejenként egy kvótát, és hiába van mondjuk pénzed vásárolni üzemanyagot, ha nincs kvótád, akkor nem vásárolhatsz, és ezt úgy fogják nyomon követni, hogy ezekkel a QR kódokkal, a plastikkártyákkal, Svédországban ugye bőr alá ültetett chip az már ugye egyre trendibb, és több ezer ember már be van chippelve, nyilván ezt fogják erőltetni, tehát tényleg még emlékszem, hogy 10 évvel ezelőtt nevettünk ezeken a csippeken, mármint hogy ezzel jött, hogy jó van már bolond, meg miket injekciós, hogy úgy hívtuk őket, mert jöttek ugye ezekkel, hogy így fognak minket becsippelni, meg stb. És 10 évvel ezen nevettünk ezen. Akkor fagyott arcunkra a mosoly, amikor a Covid elején még Szijjártó nyilatkozott, pedig akkor nem volt még ennyi relevanciája sem, mint most. Ugye ez ilyen másfél évvel ezelőtt volt, hogy hát fontosnak tartja a védekezést, meg az emberek nyomonkövetését, a igazolványok, stb. Uh-huh. De azért a bőr alá ültetett csipp az neki ismeretek.
Igen, ezt így megjegyezte. Senki nem kérdezte föl erről. Csak ezt így fontosnak tartott a bejelentés. De akkor még meredek volt, de jövőre már ki tudja, hogy mi lesz. Hát igen, mert ugye mert Orbán Viktornak a emmentális sajtos hasonlata, ő is ezt mondta, hogy hát a harmadik oltás oké, azért a negyedik az már azért húzós. Neki is nagyon nehezen, igen, így van. Igen. Nehezen menne, meg nem vagyunk emmentális sajt, meg stb. Tehát úgy nézek ki, mint egy emmentális sajt, már elnézést. Erre egyszer csak bejelenti rá egy pár órapra a kormányinfo, hogy lehetőség van felvenni a negyedik oltást is. Ja, akkor mi ja, van? Ja, igen. Egyébként, hogyha ezt a széndioxid kvótát bevezetik, akkor én tudja, hogy megyek tüntetni, ellenállni, mert hogy, ugye én hobbi szinten ejtőernyőzöm, és hát el tudom képzelni, hogyha egyszer, egy hónapban egyszer kiugrom a repülőből, akkor én arra a hónapra kész vagyok. Akkor már nem töltheted fel a telefonodat. Így van, nem töltheted meg a kocsimba, már nem ülhetek be. Igen, de levonattam még mehet. Cseszétek hát meg. De azzal is csak egy bizonyos mértékig. Tehát ha kétszer repül, akkor lehet, hogy vonatra se ülhet, mert azért az tehát is két ugrás, akkor vége. Igen, akkor lehet, hogy vége. Igen, akkor a húsból is csak nem tudom, hogy mennyit vettek, mert ugye hús se szabad enni az új etika, klímavédő etika szerint, szóval... Hát én erről írok egyébként a Duogládiba, erről a modern életről, hogy ez gyakorlatilag ugye egy túl bürokratizált, túl szabályzott élet lett, hogy már mindenre van egy szabály, mindent lekövetnek, minden nyomon követnek, és hogy ez hova futhat ki, én erről írok. És érdekes megnézni, hogy valóban, tehát amit létrehoztak modern társadalmat, meg a bankkártyás fizetés, hogy erőltetik, hogy ne használják készpénzt, minél többet használd a bankkártyádat, meg ugye ezeket az okos eszközöket is össze kell kötni mindent mindennel már, erre fut ki, hogy minél jobban lehessen minket ellenőrizni. És ugye, mert a technikai adottság már megvan, mi még itt Közép-Kelet-Európában nem vagyunk annyira fejlettek, elég maradiak vagyunk, én biztosan ugye számtalan szóval elmondom, hogy nekem még okostelefonom sincsen, meg amikor tehetem... Orbán Viktornak sincs egyébként. Igen, na, hála jó Istennek. Jó ez a Fidesz. Nekem kell begyögni. Ne vedd el a kenyerem. Meg valószínű, a Viktor néz egyébként a bármely is. Hát az biztos, hogy kiderült a disznóvágó. Disznóvágásra, hogy meg tetszett neki, hogy lefogó. Akár úgy nézzük valójában a Mikottánból. Jó volt Pörzsölben, ilyenkor derül ki, hogy a Pörzsölben is jó volt, ha nem volt jó, akkor nem jön le. Lehet, hogy ezt az okostelefonot. Igen, azonnal hívta a Rogán Antot, hogy figyelj bazzeket, január elején egy disznóvágás szervezetekben, nekem hát ilyen nincsen, hogy nekem nem. Gábor, lehet, hogy egyéni szinten egyébként nem vagyunk annyira fejlettek, meg annyira technicizáltak, mint nyugaton, viszont állami szinten magasan előtte járunk egyébként Európának, tehát azért ezt látni kell, hogy... Igen, hát de most Gattyán György erre nagyon húzná a száját. Hát messze nem... Erre azt mondja, hogy nyomjuk meg a gombot, hogy még inkább digitalizáljunk. Szerintem egyébként Gattyán György az átlag politikusnál is távolabb van az átlag embertől, tehát szerintem neki fogalma sincsen Magyarországról, tehát azt kell, hogy mondjam. És nagyon jó egyébként, mert a február közepén megjelenő lapszámba, a Duogládiba erre is kitérünk, tehát a digitalizációnak a káros hatásaira, tehát a minden a pélekben. Cserép Csongor pszichológus barátunk a pszichológiai vetületeit fejtegeti, nagyon jó írás, én már olvastam, úgyhogy azt is majd ajánlom mindenkinek elolvasásra, meg az egész lapszámot, és ugye ezt már elmondtuk, de hogy mi a baj ugye a digitalizációval, gyakorlatilag ez, hogy hogyan fogják az embereket ugye nyomon követni, másrészt ugye ennek pszichológiai vetületei is vannak, konkrétan a gyerekekre nézve, de ránk is, tehát a felnőttekre nézve is ránk is, mármint hogyha mi ránk is, akár ha egész nap kijelző előtt kell ülnünk, meg ül, sajnos oda kényszerítik a többséget, és aki annyi önreflexióra nem képes, hogy mondjuk a saját tudati folyamatait kontrollálja, az csak így belesodródik és kész, vége. Na jó, de Gábor, milyen előnyei vannak a digitalizációnak? Hát már el se kell menned az orvoshoz, és csak átküldi a receptet a felhőn keresztül. Az aztán hát egyébként vannak ilyen partikuláris technikai előnyei, valóban vannak. És azzal is még a környezetet is védik, mert nem nyomtatnak receptet, nincs papír. De az fontos, amit a Hubi említett, ez a szempont, ugyanis a szellemi szempont, amire ugye mi fókuszálunk, azt innen lehet ebbe a témába megközelíteni, tehát az, hogy mennyire vagy független, az nagyon nagy mértékben összefügg az, hogy mennyire vagy te szabad ember. Igen. És ugye ez itt az uralmon van a hangsúly nyilván. Van. Igen. És itt a párhuzam a digitalizáció, meg a technicizáltság, meg a oltás között, hogy ennek lehet, hogy az lesz a következménye, hogy az immunrendszered, vagy az immunrendszerünk, ami még nagyjából így a fő rendszerektől függetlenül működik, innentől kezdve, hogy
kell fél évente lőnöd magad, innentől már nem fog függetlenül működni a rendszertől. Tehát te kevésbé szabad emberre. Erről írnak, elszólják. Így van. Igen, és akkor most igazából Covid ellen oltanak, de akkor most ha már Covid ellen kötelező, akkor legyen az influenza ellen is kötelező. Ja, mert miért ne? Mert miért ne? Mert mentsük. Hát sőt, ugye az amerikai hadseregben kísérleteznek olyan bőr alá ültetett csippekkel, amik folyamatosan, de ez már nem most, tehát 10 éve van ilyen kísérlet, és eléggé bejött, tehát ezt most már lehetne használni szélesebb körben is, hogy olyan cuccokat ültetnek az emberekbe, hogy szenzorokkal figyeli folyamatosan a test működését, és akkor gondoljunk bele, hogy ezt egy ilyen okos egészségügyi rendszerbe föl lehet tölteni, igen, és akkor ott monitorozza 0-24-ben. Különböző ampullákból ott igen, adogat neki, nem? És akkor, igen, és akkor ezt, igen, tehát az amerikai hadseregnél azt kísérletezték, hogy nyilván közben sisakkamerán, stb. Nézik a harctéren való tevékenységét, és akkor látják, hogy fél, mit tudom, akkor egy kis adrenalin megsérült, morfium, mit tudom én, ha meg ugye elkapták és fogságba esett és beszélnek, akkor a cián gombot kell megnyomni. Ez tudva levő. Viszont ezt ugye mondom, le lehetne vetíteni, tehát már technikailag ennek semmi akadálya nem lenne, tehát lesz 5G hálózat, mindenhol lesz internet, 0-24-be tölti föl felhőbe a te fizikai, biológiai, egészségügyi adataidat, ezt egy algoritmus kielemzi, és de jó lesz, mert álmában senki sem fog szívinfarktust kapni, mert gyorsan jelez a rendszer, az algoritmus beavatkozik, adja már a különböző szereket, és csodálatos lesz, mennyi életet meg tudunk menteni. És valószínűleg tényleg megmentenek pár életet. Hát persze. Csak és ezért lesz nehéz elmagyarázni, hogy ugye hát mennyit vesztünk közben a ugyanúgy, ahogy nehéz elmagyarázni, hogy az okos óra nem jó dolog, de mégis hány embernek ott van 0-24-be a karján, mert milyen jó, kielemzi, hogy hogyan aludtam, hogyan hányat mozogtam, léptem, hányat léptem, milyen szívem, jó. Még csak a zsebembe se kell benyúlni, hogyha csip fog a telefonom, hanem csak ránézni, és már látom, és hogy mennyi időt megsporolok vele, meg mennyi energiát. Pedig nekem még a karóra is, néha azért nem veszem föl, ugye, mert a bilincsre, a oda kötözés emlékeztet. Tehát még egy ilyen okos óra, hogy oda vagy ráncolva a virtuális világhoz. És egyébként ez is egy függés, ugye, ez is már tudva levő, meg ugye erről is ír a Csongor barátunk, hogy ez a folyton online jelenlét. És ez a mai fiataloknál, tőlünk fiatalabbaknál még jobban megfigyelt, hogy folyamatosan online kell lenni, persze, olyan, mintha valamiből kiesnék, ha igen, már csipog, igen, azonnal rá kell nézni, megnyugszom, hogy nem maradtam le semmiről, és igazából az a durva, hogy ők úgy élik meg, és gyakorlatilag már elrépül az egész társadalmunk, hogy a valós események, a való világ az már rég a virtuális térben. Tehát a való élet csak akkor történik, hogyha annak nyoma van a virtuális létben. Egy jót csak akkor ettem egy étterembe, hogy azt föltöltöttem, csak akkor mentem el futni, hogyha arról beszámoltam a Facebookon. Csak az a beszélgetés létezik, aminek nyoma van, mert amit az osztálycsetben beszélgettük a haverokkal. Vagy legalábbis így fölvettük. Igen. Ja. Na, egy másik témánk. Ez pedig nem vagyunk külpolitikai szakértők, de muszáj vele foglalkozni, mert most már én is úgy értékelem, vagy hát erről beszéljünk, hogy azért forrósodik a nemzetközi helyzet. A nemzetközi helyzet fokozódik, elvtársak. Tehát ha szétnézünk a világban, azt látjuk, hogy Fehér Oroszországtól elkezdve Kazasztánig és ugye Ukrajnában már régóta forronganak az indulatok, szó szerint is. Tehát valami van, készülődik, és soha nem látott mértékű ismét a konfliktus esélye Oroszország és a NATO között. Tehát egy hidegháborús helyzet alakult ki. Egyébként csak egy személyes élmény beszámoló, hogy amikor én 14-15 évesen a Vármegyéhez csatlakoztam, akkor soha nem felejtem el, hogy Veres Csaba mindig azzal traktált, meg azzal fogadott, meg arról beszélgettünk, illetve főleg ő beszélt erről, hogy Ukrajnát felosztják, kész tény, de ugye ez most már ugye 18 éve volt, hogy ez már kész tény, a nemzetközi sajtót kell olvasni, meg elemzéseket, hogy jó, lehet, hogy 20 év múlva, mondta ez 18 évvel ezelőtt, lehet, hogy 20 év múlva, de be fog következni, hogy Ukrajnának vége. Hát Ukrajna a leginkább esélyes erre, hát, minden környező persze, államot tekintve, persze, az egyértelmű. Tényleg mesterségesen összetákolták, ezt volt rengeteg sok nemzetiségből álló lengyelek, magyarok, ruszinok, persze. Abszolút, de hogyha megnézzük ugye a Krímnek a hát visszafoglalását, vagy elfoglalását, most vagy innen nézőpont kérdése, de egyébként... De tulajdonképpen ez meg is történt. Na, de azt akarom mondani, hogy és akkor mi volt? Semmi, ezt mindenki végignézte. Semmi, tehát magyarul a precedens megtörtént. Igen. Persze. Így van. Persze, tehát azért nem olyan
egyértelmű, hogy nem lesz itt semmi, mert ugye mint 3 évvel ezelőtt nem gondoltuk azt, hogy kijárási korlátozás. Persze. Há, hagyjad már, és jót nevettünk, meg ilyenek. Kihirdetik a veszélyhelyzetet. Tehát erre senki nem gondol. Akkor már csak egy kérdés van, hogyha a 4. vagy 5. Orbán kormány alatt visszatér Kárpát, akkor kimondjuk, hogy jó ez a Fidesz. Várjál, várjál. De nem. Mert ez nem Magyarország aktuális politikai álláspontjától vagy mozgásától függ, hogy annyira kiszereplő Magyarország és annyira elszenvedője itt a környező globális folyamatoknak, hogy ez attól függ, hogy gyakorlatilag a világ urai mit fognak mondani. De ezért kérdeztem, hogy érdekében áll egyébként a mostani nagy hatalmi... Oroszországnak? Mert ugye itt igazából Oroszország a fő kérdés. De akár Oroszországnak, de akár az Európai Uniónak érdekében állna, hogy hát de gondoljunk bele most egy ilyen... Hát Oroszországnak igen, szerintem. Tehát már csak de még, Oroszországnak de még... mindenképpen. Egyébként olyan kormányzat van Magyarországon, aki azért az oroszokkal hajlandó szóba áll. De egyébként ez a két kulacsos politika, amit folytat Orbán, de egyébként a Gyurcsány is ugyanúgy haverkodott. Persze. Már csak ugye az energetika miatt, azért azt se felejtsük el, és ebből is hatalmas probléma van, ami szintén megmosolyogtató. Magyarországon van bőven atom, meg villamos energia, meg stb. Rendben van, csak az egész nagy rendszer lett az egész európai áramellátás, tehát ez se egyszerű, de... Nemzeti függetlenség nem annyira létezik, mint amire gondolnánk. Hát abszolút nem. Tehát szerintem abszolút nem. Tehát simán visszatérhet. Mert hogy... Mármint, a NATO-nak... ez a két kulacsos politika, igen, az ide-oda játszás, igen, mert hogy a politika, ez jól jön ebben. Igen, mert a NATO-nak igen. is, vagy az Európa Uniónak érdeke lenne, hogy arrébb toljuk a határokat, hogyne, akkor persze. Oroszország igen, felé. Igen. Oroszország igen. meg szintén érdeke lenne. De kell, lekötelezze Magyarországot, mondjuk egy hát egyrészt, meg hogyha nem, nem rohannál le mondjuk egész Ukrajnát, csak egy részét, akkor meg ugyanvel, hogy a maradék, akkor meg már több mindegy veszem. Vagy gyengüljön tovább. Tehát ilyen formán, még egy ilyen forgatókönyv is előállhat, úgyhogy ez mindenképpen érdekes lesz az elkövetkezendő hónapokban, hogy lesz-e tényleg beharangozott orosz invázió, annyira mondják amúgy, tehát én azt se tartom valami reális dolognak, hogy hetente elmondják az orosz terveket, hogy most a Fekete-tenger felől jönnek, most Svédország felől majd a balti államokat, most már éppen ki van képezve egy diverzáns alakulat, aki ugye egy hamis zászlós művelet keretében a saját orosz egységeket fogja megtámadni Kelet-Ukrajnába. Tehát én ezt nem tartom reálisnak, hogy ezek a szupertitkos haditervek így... Az interneten. Igen. Persze, ott terjednek. Kiderült, hogy... Jó, de igen, ugye ezt a Pentagon meg stb. Állítja. Nyilván ez egy ilyen kommunikációs trükk. Hát meg szondázgatják, hogy mit szól hozzá a nép, mit szólnak hozzá meg az Oroszország emberek. Igen. És tehát, amúgy, Hubi, te mint ilyen katonai témákkal foglalkozó személy, látod esélyt annak, hogy ilyen kiterjedt fegyveres konfliktussal fajuljon ez a dolog, vagy ez Oroszországnak tulajdonképpen politikailag nem éri meg, vagy túl drága lenne nekik egy ilyet felvállalni? Hogy... Szerintem, ami benne van a pakliban, de mondom, hogy nem vagyok külpolitikai szakértő, ami benne van a pakliban az, hogy a szakadár, kelet-ukrajnai, donyecki, stb. Rész bevonulnak hivatalosan is, és azt hivatalosan annektálja azt is Oroszország. Az benne van. Ez abszolút benne. Ez olyan szinte benne van, hogy ez lehet, hogy innen felállunk az asztaltól, és akkor már megtörténik. Hát most ugye pont láttam ilyen szatellit felvételeket, hogy föl vannak sorakozva orosz hadegységek az ukrán határon. Ja. Hogy a NATO mit lép ebben az esetben? Hogy arra látsz rációt, hogy a NATO beavatkozik? Egy ilyennél. Tehát nyilván Oroszország nem úgy fogja csinálni, hogy akkor azonnal gyerünk Kijevbe, hanem akkor azokon a részeken, ahol egyébként is van konfliktus. Tehát azt mondom, ha csak a kelet-ukrán vidékekre vonulnak be, akkor szerintem nem kockáztat mindenki megvonja a vállát, még nem tudom, milyen szankciókat tudnak bevetni Oroszországgal. Szemben, mert már ugye annyi szankció van, egyedül ebben a nemzetközi bankhálózatból tudnák kitiltani, de az egyébként nagyon sok mindenkinek fájna, mert ugye ráadásul ott van ugye az orosz gáz kérdése, tehát szerintem, ha csak Kelet-Ukrajnába vonulnak be, akkor mindenki kiad mindenféle közleményt, meg csúnyán néznek, meg stb. Meghívják a nagyköveteket. Igen, meg Kijevet majd újabb milliárd dollárokkal elhallgattatják, meg
megígérik, hogy jó, de innen tovább biztos nem fog menni, és majd akkor megvédünk. Na, az a kérdés, hogy mi van akkor, hogyha tovább akarna menni? Na, az hát tényleg igen. Jó kérdés. Ja, ja, ja. Az tényleg nagyon sok összetevő, és azért mondom, nem vagyok szakértő, mert itt tényleg olyan modelleket kéne felállítani, amiben nincsenek nekünk megfelelő információk. Tehát nem tudjuk a tényezőket, hogy pontosan egyébként meddig menne el a NATO. Hát mondjuk a NATO alatt most mit értünk? Mert Magyarország is tagja a NATO-nak, tehát hát igen, szerintem inkább a NATO helyett mondjuk azt, hogy az Amerikai Egyesült hát Államok, igen, tehát igen. Az USA mit lépne erre. Igen. Tehát ezek jó kérdések. Hát meg azért az is nagy kérdés egyébként, hogy mondjuk Németország mennyire hajlandó még jobban lábon lőni magát, mint ugye mostani... Ja. Hát tehát igen, ugye, mert egyelőre ugye ő vállalta föl azt a szerepet ebben a játszmában, aki elszenvedi a nagy szopás már. Hát most. De azonban ugye az ő szopásuk által azért egész Európa szív. Tehát elég kemény. Mert ugye az egyetlen, amivel most tudják Oroszországot nagyobb a sokban tartani, hogy az északi áramlat nem az újabb vezetékét, azt most Németország nem engedélyezi, folytosan visszadobálja. Ezt az engedélyeket. Mivel maga, persze, mert maga alatt vágja a fát, mert közben igen. Egyébként meg a videókat kell kitenni, hogy hogy kell mécsesre fűteni, de azért csak azért és befogadja a léger szomszédot. Miközben Oroszország fontos elmondja, igen. Hogy ott állnak, csak meg kell nyitni a csapot, és akkor nem tudom én hány ezer köbméter naponta vagy óránként. Ja. Na, tehát izgalmas évnek nézünk elébe, én azt mondom, úgyhogy külpolitikai témákban is kell mindenképpen tájékozódni, meg ezt is nyomon kell követni, meg... Szerintem a mi magunkban is fogjuk ezeket a témákat vesézni, mert lesznek itt még fejlemények. Ennyi fér bele a mostani adásunkba. Fel a győzelemre, sziasztok! Köszönjük a figyelmet! Sziasztok! Sziasztok.